Hát egy ilyen tisztelgés. Ugye Tarantinolá is ezt láthattuk, hogy most ez a volt egyszer egy Hollywood, hogy tiszteleg egy ilyen korszak előtt, és ez is egy ilyen, nekem eszembe is jutott közben, hogy ez egy ilyen tisztelgés az akkori korszak előtt, és így nem az a lényeg, hogy most itt alkosson egy nagy fordulatos, csavaros történetet. Igen, meg ugye, meg végül is az apja előtt egy tisztelet, ugye, aki a forgatókönyvet írta. Nemrégen jelent meg és néztük meg a Meg című filmet, amelyik azért izgalmas, hiszen David Fincher rendezője, aki ismeri David Finchert, az tudja, hogy ő, hogyha alkot valamit, azért ott mindig valami olyan dolog, valamire érdemes felfigyelni. És hát a Netflixen megnéztük a Menket, és Csabival nem volt egyforma a véleményünk, de mindenképp úgy éreztük, hogy ezt át kéne beszélni, hogy itt van a vonalban Csabi, és most koronavírus biztosan ismét megbeszéljük, hogy mit lehet mondani erről a filmről. Szia! Hello, sziasztok! Na, miről szól ez a Meng? Tartalomismertetés, nézzük meg! Hát, ugye a Herman J. Mankiewiczről szól, aki amúgy nem egy ismert figura, vagy nem tudom, szerintem neked mondott-e valamit ez a név Nem, egyébként. nem. Tehát, hogy igen, amúgy igazából én nekem is azután, hogy így utána olvastam, hogy ja, igen, ugye ő az egyik legjobb filmnek, amit valaha készítettek, hogyha lehet így mondani, vagy legalábbis ugye szeretnek az aranypolgára így hivatkozni. Ugye ennek a filmnek a forgatókönyvírója, és igazából ugye ez a film, amelyik az arról szól, hogy hogyan született meg az aranypolgárnak a forgatókönyve, és ugye itt igazából hát nagyjából tényleg erről szól, meg úgy nagyjából megpróbált a Fincher bemutatni ezt a 30-as évek Hollywoodját, a stúdiórendszert, ki, hogy milyen viszonyban volt ott ezzel a Menkel, és hogy nagyjából igazából erről szól a film. Igen, igazából ugye az Aranypolgár az 1941-es film, tehát hogyha véletlen valaki nem tudja, mert előfordul szerintem simán, hogy annak ellenére, hogy nagyon kultikus, de azért szerintem már így manapság már nem vesszük elő. Tehát most oké, hogy neked is a tanulmányai során, vagy én is média órán, ugye egyből ezzel találkoztunk, hogy Aranypolgár és hogy Orson Welles, ugye, és Igen. hogy ugye ő egy rádiójátékból dolgozta ezt át, Nem, és nem, hogy nem, nem, hát vagy ugye ők csinált egy rádiójátékot, azzal vált híressé. aminek ez volt az alapja, én úgy tudom. Már Az aranypolgár volt az alapja. Tehát az a sztori volt. Nem? nem, Hát akkor itt... az egy majdnem Welles-szel azonos nevű A.G. Wells-nek volt egy Ja. sztoria, és az dolgozta át, és ugye azzal vált híressé 38-ba, ugye az Orson Welles, és ugye utána készített el az Aranypolgárt, ami Ha a... én látom, hogy ezt összemosna, és nekem így is volt meg, hogy ez egy rádiójátékból átdolgozott film. Nem, 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 De nem. értem. Az a lényeg, hogy egy ilyen, ahogy a filmben is előjön, egy ilyen polihisztor csávó az akkori Igen. korban, az Egy Orson ilyen Welles, csoda és gyerek. egy ilyen csoda gyerek fiatalon csinálgatja a tartalmakat, és ugye önnek ennek a filmnek, az aranypolgárnak a forgatókönyvírójáról Igen, szól ez a film. és ugye ez a benne van a film, hogy ugye Welles ad, hát végülis 60 napot a Menknek, hogy készítse el az aranypolgárnak a forgatókönyvét, és ugye erről szól a film, és különböző flashbackek, mert ugye elküldik a Menket egy falra, ott, ahol törve a fickónak a lába. Tehát, hogy ő ágyhoz is van kötve, így ez eléggé alkalmas pont, hogy akkor ugye ő elkezdjen írni. Csak ugye kicsit az elején nehezebben mennek neki a szavak, ugye mivel egy alkoholista, akitől elvonják a piát. És ugye ahogy írja, akkor emlékszik vissza különböző dolgokra, és ezek a viszonyok, azok a viszonyok, amiket ő megtapasztalt a stúdióba, ahol dolgozott, ugye a Metro-Goldwyn-Mayer-nél, az MGM-nél, azok elevenednek meg, mintha azok elevenednének meg a forgatókönyvbe. Ugye egyébként is köztudott, hogy azért az aranypolgár az a William Randolph Hearst-ről szól, vagy legalábbis ugye ő inspirálta
a Mankiewiczet a forgatókönyv megírásába, aki egy ilyen nagy médiamágnás volt, és ugye szó is volt korábban, vagy akkoriban már róla, de ez nem tudni, hogy ez most mennyire a legenda része, de hogy a Hearst meg is próbálta ugye megfúrni ezt a filmet, ugye nem, több mozilánc, vagy több moziláncnál nem engedték bemutatni. Tehát, hogy azért voltak itt érdekességek, és hogy ugye a film erről is szól, hogy mennyiben ihlette, és milyen viszonyban volt a Hearst-tel a Mankiewicz, ugye a Mank. Igen, szerintem amit még így el kell mondani előzetesben, hogy így a David Fincher pályájába, hogyha nézzük, hát nem, tehát nem az a tipikus közönségfilm, mint amit megszoktunk tőle, tehát hogy mindig valami izgalmas, zodiákus, vagy a Facebook film, vagy harcosokról, vagy mindig valami olyan nagyon csavaros, nagyon izgalmas filmre van szó, és ez sokkal inkább egy ilyen tisztelgés. Ugye Tarantinolá is ezt láthattuk, hogy most ez a volt egyszer egy Hollywood, hogy tiszteleg egy ilyen korszak előtt, és ez is egy ilyen, nekem eszembe is jutott közben, hogy ez egy ilyen tisztelgés az akkori korszak előtt, és így nem az a lényeg, hogy most itt alkosson egy nagy fordulatos, csavaros történetet. Igen, meg ugye meg végülis az apja előtt egy tisztelet, ugye, aki a forgatókönyvet írta, a Jack Fincher, aki már ezt korábban megírta, ugye a Fincher apukája 2003-ban halt meg, és egyébként Fincher már a 90-es évek végén filmet akart ebből csinálni, csak ugye akkor ez nem jött össze. Tudod, és... hogy mi? Tessék? Te tudod, a film akkor. Nem tudom, az a kinéz ez a film, meg amiről, amit mondtál, hogy nem éppen egy közönségbarát, és azért még Fincher még... hogy mondjam, ugye már akkor egy kultikus rendező volt, de azért nem az volt jellemző, hogy ő nagy pénzeket hozott. Tehát ugye sem a Hetedik, sem a Harcosok klubja, ezek ugye később kultfilmek lettek. Igen, igen. De hát most azért ő nem, sőt, hát ugye még ő az első filmjével kapcsolatban még azt is érdemes tudni, hogy az Alien 3, hogy ott ő komolyan az akkori stúdióval, ő hát elég rossz viszonyban is volt. Tehát, hogy nem volt ő egy olyan figura, aki megcsinálhatta ezt a filmet, mivel ez nem volt, ez egy közönségbarát film. És így egyébként ezt kérdezni is akartam tőled, mert ez is egy érdekes dolog, hogy ez vajon ez a film, ez a Netflix nélkül, ez elkészült volna? Mert ugye ez tényleg egy nagyon személyes filmje a Finchernek. Tehát azon kívül, amit mondtál, és ez igaz, hogy ilyen tisztelegni is akart annak a korszaknak, amiben játszódik ez a film, ugye az apja előtt is minden áron valahogy meg akarta csinálni, és ez a film nagyjából tényleg olyan lett, ahogy az apja szerintem elképzelte, hogy egy ilyen kicsit ilyen régi vágású. És ugye vajon ez a Netflix nélkül elkészült volna, mert hogy moziba bementek volna az emberek? Igen, érdekes a felvetésed, de valószínűleg egyszer elkészült volna úgy, mint Tarantino, a volt egyszer egy Hollywoodja, mert azért az se egy nagyon közvetlen közönségfilm, úgyhogy mivel az is elkészült, szerintem ez is elkészült volna. Most jött el az ideje, de az, hogy a Netflixnél meg amúgy is ez a nagy szabadság megy, hogy megy az alkotó, elmondja, hogy mit akar, aztán kapja a pénzt. Hát, hogy, hát meg, hogy... meg ha megnézzük, ez egy presztízs film. Tehát, hogy a Netflix minden évben, vagyis az elmúlt pár évben elmondható, hogy mindig kiállít egy presztízs filmet. Ugye tavaly ott volt az Ír, Scorsese-vel. Igen. Azelőtt ugye a Cuarónnak a Rómája. Tehát azért így ők látszik, hogy belefetszölnek azért itt jó pár olyan, vagy legalábbis egy-kettő olyan igazi presztízs filmbe, amit szeretnének ugye az Oscaron, vagy így a díjszezonba úgy elindítani, hogy az díjakat is szerezzen, és ez most ebbe az évben ez a Mank. Igen, de ez nagyon érződik rajta, miközben nézzük. Beszéljünk akkor, hogy mit is érzünk rajta a film sztoriáról, történetéről, hogy én azt mondtam itt még mielőtt elkezdtük a beszélgetést neked, hogy gyakorlatilag lehetetlen spoilerezni ezzel a film, nem lehet lelőni a point, mert ahogy nézed, végül is már a legelején tudod, hogy itt most ír egy forgatókönyvet, úgy nagyon nagy meglepetés nem lehet ebben. És nem is akar egy ilyen, ahogy mondtam, csavarokat beletéve vezetni valahova, hanem sokkal inkább, nem tudom, egy ilyen körkörös
Egy ilyen körkörös bolyongás van ebben a filmben, hogy miért visszamegyünk, be helyre kerülnek a kirakósok, de nincs is kirakós, ilyen emlékfoszlányok a jelenben egy írónál, de az még nem is annyira izgalmas, hogy most ott ír valaki, tehát nyilvánvalóan lediktálja. Tehát, hogy van ebben az egészben egy ilyen történet hiányosság. Te ez mit szólsz? Igen, de ugye ez egyébként egyrészt ez egy reflexió ugye az aranypolgára. És ugye, mert az aranypolgár is egyébként ugye hasonló a történet mesélése, hogy van egy ilyen flashbackek és flashbackekkel tarkított sztori, amit nem, és ugye el is hangzik egyébként ebbe a filmbe, és egyébként az aranypolgár elején is ott van, ugye abban a filmhíradóban, hogy vagy nem is a filmíradóban, hanem az azt követő jelenetben, hogy mondják, hogy ugye nem lehet megismerni egy embert pusztán 10 perc filmíradóból. És ugye itt is, ebbe a filmbe is ez van, és az aranypolgárban is, hogy csak ott mondjuk szerintem jobban, tehát hogy azért az egy jobb, sarkosabb karakterdráma, és egy ilyen hatalom megrontó erejéről jobban szól az a film, hogy hogyan ront meg egy embert, vagy ugye ez az elvesztett gyerekkor hogyan ront meg egy embert. Itt ugye nem erről van szó, csak ugye ezekben ebben a szerkezetében az a film ugye arra az aranypolgára akar hajazni, és akkor itt is azért van ez az emlékfoszlányokból felépülés, mert itt is ezt akar szerintem erősíteni ez a film is, hogy ilyenekből így ismerünk meg valakit, mert Isten igazából sosem tudsz megismerni egy embert. Csak mondjuk ilyen emlékekből, és mi is így ismerjük meg úgy, ahogy ezt a Menkelt, hogyan kereste ugye, a helyét a hollywoodi stúdiórendszerbe, milyen viszonyai voltak ugye egy színésznővel, ugye a Hearst-tel, a Louis B. Mayer-rel, ugye a stúdió, az egyik, vagy a stúdiónak az egyik főnökével, tehát hogy szerintem ezért volt ez. Igen, az biztos, hogyha valaki rátalál a Netflixen, hogy ah, de jó, David Fincher, ah, de jó, egy régi forgatókönyvíróról szóló életrajzi, ó, de szuper, elkezdi nézni, azért úgy fentebb kell ülni a fotelbe, mert nem lehet csak így fekve nézni, azt így élvezni, mert én először feliratosan kezdtem el, én minden filmet úgy nézek, de annyira egymásra beszélnek benne, annyira nem sztori a lényeg, hogy haladjunk előre, hanem inkább az, hogy a helyzet életű legyen, hogy gyakorlatilag képtelenség olvasva, és én nagyon nem tudtam olvasni, úgyhogy átváltottam szinkronosra, és akkor értettem meg, hogy hát basszus, itt tényleg hárman, négyen beszélnek egyszerre, egyből nem is azt látjuk, aki beszél, vágva van, oda van, így van, van az a nappali is beszélgetés, amikor először meghívják, hát az politizálnak is önmagában. Azt ki akartam emelni én is, igen. Magyarul se értettem, tehát hogy így mikor átvettem, már akkor is azt éreztem, hogy ja, akkor ezért nem ment ez angolul, mert hihetetlen. Egyébként egy is jelenet. Igen, de nem, tehát nem a hagyományos filmstruktúrai jelenet, ami azt jelenti, hogy eleje, közepe, vége, és akkor tudod, hogy tart valahova, van benne egy fordulat, egy fokozat, egy feszültségi fokozat, hanem sokkal inkább egy ilyen lenyomat. Az is egy ilyen emlékfosztány, egy ilyen emlékállítás, hogy ha te ott lettél volna abban a buliban, abban a kis beszélgetésben, akkor ilyen lett volna, hogy így, amit akarsz, azt hallhatsz meg, mindenki beleszól. Igen, igen, ez egy ilyen valóságos beszélgetés, ahogy amúgy nagyjából így az életünkben ez lezajlik. Meg főleg úgy, hogyha több ember van ott, mert ott tényleg az volt. És hogy ott tényleg, az tényleg ezek miatt, mert ugye rengeteg ilyen utalás volt abban a jelenetben is, de úgy általában az egész filmben, tehát rengeteg név hangzik el, politikai irányvonal, mit tudom én, tényleg stúdió, főnökök, ugye, tehát egy ilyen kell az ez a film, ez az biztos, hogy legyen egy ilyen beágyazottság az embernek, vagy egy ilyen előtanulmánya, mert csak úgy szárazon, hogyha valaki nem tudja még akár azt, hogy mi az az aranypolgár, az biztos, hogy nem fog tetszeni neki. És egyébként ezért érdekes, hogy Fincherék ezt, hogy Fincher ezt tényleg ilyen tiszta egésként akarta megcsinálni, vagy mert hát nem tudom, hogy mennyire, egy kicsit ott van mögötte talán az is, hogy na, akkor már kihasználom ezt, és akkor megpróbálok egy Oscart is behúzni vele, egy rendezőit mondjuk, de így tényleg
nehéz ezt egyébként belőni, ezt, ahogy mondtad ugye az előbeszélgetésben, hogy ezt a kritikusoknak jobban tetszik valószínűleg, és igen, ugye ezt látjuk a tényleg a pontszámokon is, hogy jobban, mert ugye valószínűleg van már egy olyan előtanulmányuk, amiből így vágják ezeket a referenciapontokat, és hogy az, ez a film, ez szükséges. Tehát egy ilyen egyszeri, most nem megbántva senki, de tényleg egy egyszeri Netflix néző valószínűleg kikapcsolja. Igen, nem, mert nem egy, tehát nem egy olyan szórakoztató élmény, ami ő magában épít fel egy világot, és abban téged vezényel, hanem már egy meglévő világra mutat referálásokat, tehát egy ilyen rá-rá mutatásokat. Úgyhogy inkább egy ilyen emlékállítás ez, mint hogy az lenne, hogy most akkor téged belevezet ebbe a világba. Tehát nem vezet bele, nem ad info. Én az első egy órában, vagy még kicsit később is, szerintem még tovább, azt éreztem, hogy nem tudom felvenni a nem tudom, hol vagyok. Tehát nem tudtam becsatlakozni, nem tudtam. Én nagyon sokáig nem értettem, hogy ki a főszereplő. Tehát hiába tudtam, hogy a törött lábbal ott van a jelenben, de mikor mindig a visszaemlékezések jöttek, nem tudtam felismerni, ugye fekete-fehér, távol, ugye azt szerintem nagyon fontos leszögezni, ez a film totál azt akarja elhitetni veled, hogy amúgy a múltban is készült, ott 1941-ben. Tehát még a hangot is letorzították. Igen. Hogy minden, ugyanazok a simmozgások vannak, ugyanolyan távoli képek, nagyon kevés közeli, és így nagyon furcsa volt, hogy nem is mesél el egy történetet, és még ráadásul ilyen nehezen érthető, nem mai stílusban fogalmaz, hogy így engem nagyon-nagyon nehéz. Én tényleg azért akartam ezt megnézni, hogy a David Fincher miatt, de a végén már majdnem megbántam, hogy álmom nem igaz. Egyébként ugye meta a film ebből a szempontból, amit mondasz, tehát hogy ez Finchernek mondjuk, ha rátérünk itt a rendezésére, hogy ez tényleg azért, ugye nem tudom, feltűnt, hogy ott van ugye ez a kis felvillanó pont, ugye. Igen, néha, mint az anyagszerűség, ugye az a... Meg igen, egyrészt meg ugye az a tekercs, ugye az a régi filmeknél is ott van, ugye, amikor a moziba cserélik a tekercset. Igen, azt mondom, hogy van rajta, meg ez biztos, hogy nem volt, tehát hogy... És hogy az meg hát ugye a flashbackek is úgy, ugye egyrészt a flashbackek is, ugye azt beszéltük, hogy tényleg össze-vissza, tehát úgy van, úgy flashback, meg úgy épül, hogy egyszer visszaugrunk 30-ba, utána 34-be, utána 33-ba, tehát hogy így kell elképzelni. De hogy egyébként ugye ezeknél a flashbackeknél is, ugye ott van amikor jelzik ezt nekünk, ott van egy ilyen írógépnek a kopogó hangja, és ugye halljuk is, és így, tehát hogy az is mind erre akar utalni, hogy ez mikor készült, meg tehát hogy nekem amúgy ezek így tetszettek, meg így tényleg azt éreztem, hogy Fincher azért így megpróbált ezekkel a kis apróságokkal is tényleg ezt a korszakot így megidézni. Tehát, hogy azért érezni, hogy ő tényleg egy ilyen, egy olyan rendező, aki nagyon, nagyon érzi azért a filmet, meg a filmnyelvet, meg azért ilyen formaérzékeny. Tehát, hogy tényleg annyira, hát talán már nagyon filmszerű is ez a film, vagy hogy mondjam, vagy amit mondtál, hogy tényleg nagyon-nagyon tökéletesen idézi meg szinte a 30-as, 40-es évek hollywoodi filmjeit, és pont emiatt lehet, hogy nehezebben is befogadható. És szerintem, ami nagyon komoly, hogy tőle David Fincherről lehet tudni azt, hogy ő nagyon sok digitális effektet használt, meg rajz, CGI-t, meg animált a háttérbe beletenni dolgokat. Ő képes olyanra, hogy ha nem tetszik neki az utca, akkor eltünteti a patkát, mert nem jó esztétikailag elveszi a figyelmet. Tehát például a Facebook film, ugye, amit ő csinált, abban több a vizuális effekt, mint az Interstellárban, a Csillagok közöttben, pedig az egy űrös film. És ez tudod, ilyen hihetetlen dolog, hogy egy űrös filmben nem tette bele Nolan annyi vizuális effektet, mert ő meg különösen azt szereti, hogyha nincsen vizuális effekt, mint Fincher, de a Harcosok klubja is tele van egyébként ilyenekkel. Igen. És ebbe is éreztem amúgy, meg eszembe jutott, hogy itt van ez a régies film, korszerű minden, de azért az állatkertes részén éreztem, hogy hoppá, az a biztos, hogy nem eredeti állatok voltak ott az állatkertes. Ami egy menő volt, meg olyan hatásos volt, hogy ott az élő állatok, ahogy ott közben sétálnak és beszélgetnek, de azok 100%, hogy vizuális effektek voltak. És hát jó, nem 100%, de én szinte biztos, nem tudom, most nem tudok róla információt, de nem tudom, te mit szólsz az állam, amikor például a zsiráfok elszaladnak, ott azért az ilyen...
Nem tudom, nekem nem tűnt fel, egyébként simán lehet, tehát... Hát el tudom én is képzelni, de szinte, ahogy David Finchernek a rendezési világát így megismertem eddig, meg tényleg szoktam nézni róla videókat, mert szeretem, amit csinál, meg úgy egyfajta példakép, mint filmalkotó, és hogy akkor így eszembe jutott, még hogyha nem is volt vizuális effekt, akkor is eszembe jutott, hogy hoppá, ez David Fincher azért. És hogyha igaz az, amit mondanak róla, akkor még a kerítés se volt ott, tehát, hogy még annantól kezdve már az is vizuális effekt volt. De egyébként nekem önmagában véve, hogyha ezt most megmutatták volna, nem lehetett volna megmondani, hogy ezt ő rendezte. Tehát nem jönnek a tippek, hogy na ez egy ilyen film, vagy ez egy olyan film. Nem ér, nincsen rajta a stílus, ugye? Én azt mondom. Tehát... Hát igen, valahol nincs úgy benne, most nem tudom, ilyen... Hát az, hogy egy sötéteket szokott, tudod, mindig sötét tónus, mindig. Igen, de hát ugye ez egy fekete-fehér film, ugye ez már eleve ő ezt lényegében elvetette. Igen, mindig zöldes-kékes, tudod, mindig zöldesen. Nem egy feszült, abban ugye azok is jellemzők a filmjeire, hogy ilyen... Igen, nagyon. Igen, tehát ugye ezek a dolgok, hogy olyan helyzeteket teremt. Tényleg így nehéz, most mondom itt talán tematikailag, hogyha nézzük, hogy ugye volt jó néhány filmében, amikor foglalkozott ezzel az ilyen megcsinált valósággal, tudod, hogy így nem tudom, hogy valaki keresi ott az identitását, most a játszmára, ha gondolok, vagy a holtodiglamba, hogy nem tudom, ott valamit ugye elvesződik az embernek, de vagy felépít valamit, ami mondjuk az identitása, vagy felépítenek köré, és akkor őt megpróbál valamit kisilabizálni belőle, és itt végül is a Meng, ugye itt, amit mondtam az elején, hogy tényleg egy ilyen, megpróbálja magát elhelyezni valahol Hollywoodba, van egy ilyen, és megpróbálja keresni az identitását, és végül ugye az a csúcspont, vagy az a végpont, hogy oda kerül, hogy nem tudom, tizen pár év után, nem tudom mennyi időt töltött ott Hollywoodban, ugye 30-ban látjuk talán a legkorábban, és 41-re eljut oda, hogy akkor ezt a forgatókönyvet kiírja maga, vagy ezt a sztorit, amit ő megtapasztalt Hollywoodban, azt kiírja magából. És végül is ott próbál, vagy talál talán magára ugye ezzel a forgatókönyvvel. De én nekem valami ilyesmi megfejtésem van, meg tényleg, hogy a Fincher nek talán itt érhető tetten ilyen tematikai vonulata, ami talán így benne volt a korábbi filmjeibe. Aztán lehet, hogy ez is egy kicsit ilyen erőltetettem, nem tudom. Tehát, hogy tényleg így nincs annyira ott a Fincher, vagy nem az a... Mert még ugye volt egyszer egy Hollywood, ugye beszélt, vagy mondtad a Tarantino filmjét. Ott azért az egy... Tényleg egy olyan film, ami szerkezetében sok mindenben szinte idézi ugye a 60-as évek Hollywoodját, és de az egy izgalmasabb film, mert az egy hozzánk közelebb álló korszak. Igen. És itt meg Fincher nagyjából tényleg megcsinálta ugyanezt, csak hát már igen, a 30-as évek filmjei már, meg 40-es évek filmjei már nem izgalmasak, egyébként zárójel az Aranypolgár, az kibaszott jó, tehát az Aranypolgár az egy mai napig tökéletes, az egy nézhető film, sőt, hát az egy eszméletlen film, most rengeteg szempontból, most technikai szempontból is, de a maga, ahogy az felépül, ahogy egy karaktert megcsinál, amiről szól, már akkor ez ugye beszél a média megrontó helye erejéről, tehát már 41-ben, tehát eszméletlen amúgy a faszi, tényleg egy csoda gyerek. Tehát, hogy csak közben meg ugye kevesebb ilyen film van, hogyha úgy nézem, vagy nekem legalábbis van több, mert én imádom ezeket a filmeket is, csak azért a nagy közönség számára valószínűleg ez egy nehezebben befogadható film. Igen, hát alapjában véve azért szerintem ott van a kulcsa, hogy az Aranypolgár, meg az összes ilyen 1940-es körüli filmek, amit nem sokat láttam ilyet, de a szerkezetében még nem olyan feszesek. Nekik még nem, tehát nem az számít, hogy
csak azt mondjuk el, és csak azt mutassuk, ami tovább és tovább és tovább viszi a történetet, és feszes és visz, hanem ugye ott még van annak varázsa, hogy hú, filmet nézünk, és önmagában az izgalmas, hogy valami történik a vászon. De figyelj, azért nem, akkoriban már nem, mert azért most a 40-es években már olyan filmnoárok készültek, tehát olyan már ugyanezzel a flashback technikával azért, amik csavarosak, amik tényleg jó, lehet így az aranypolgár volt ugye ennek a kezdete, de mondom a 40-es években már lazán készültek, amik Érted, ilyen... de mégis érződik egy olyan, hogy ha ma olyan lazasággal vágnának meg egy filmet, mint akkoriban, hosszra is, meg ugye ez is egy elég hosszú film, 2 óra 20 perc, nem tudom pontosan, de ott Hát körül. nincs annyi, De kicsivel több 7 óra. az aranypolgár is hosszú, és hogy ma meg ugye tényleg oda tekint valaki valamire, azonnal látjuk, mit látott, már visszavágtunk, tehát annyira már csak arra koncentrálunk, hogy történet. Tehát, ha van egy ilyen film, mint mondjuk a Tarantinónak is, ami kicsit lassabb, vagy ami itt a Menk is, akkor már tehát fente kell ülni a fotelbe, az már elveszíti az igen. embereket. Viszont régen ez meg az volt a nagy. Tehát az volt a tömeg. És azért érdekes, hogy nem akarom azt a sablonos, hogy felgyorsult világ, mert ez nem az, hanem csak egyszerűen ugye megszoktuk az információk befogadását a képernyőről, és jobbak vagyunk benne, ennyi. Tehát jobbak vagyunk benne, ezért jobban is kell tálalni egy kicsit, és talán a Menk ezt a féket nyomja be, hogy oké, okay, kisköcsök, akkor üljél le, és akkor próbáljál meg egy picit most ilyen hagyományos filmet, vagy filmritmusban értelmezni valamit, nem kell rohanni, nem olyan nagy ívű a történet, nem jutunk annyira messze. A végén amúgy mégis nekem tetszett a lezárás, tehát amúgy az egy ilyen menő, az egy ilyen menő volt, és szerintem el is lehet mondani, mert nem spoiler, úgyhogy ugye azt, hogy végül is nem akarta kiírni a nevét a rendező az Orson Welles ennek a Menknek, és ugye ő ezt harcolja ki, hogy végül is ez a lezárás. Mondjuk és egyébként erről, tehát, ja igen, mond. És hogy ez szerintem amúgy egy vagány volt, hogy láttuk ezt a kínlódását az egész szakmán belül, hogy a politika is ráhatással van, nem ott van, ellene vannak, fogadásokat veszít, hogy az egész egy ilyen, tényleg egy ilyen kínlódás ennek a Megnek, alkoholista lesz, de azért ezt így kiharcolta, és amúgy így érezzük nézőként is, hogy hát amúgy tök jogos. Tehát, hogy még jó, hogy írják. Hát ő írta, nehogy már valami egoista valaki. Tehát elég rossz fényben tünteti fel Orson Welles, tehát, hogy így azt éreztem, hogy hát még jó, hát kérdés nem lenne. És akkor az a végső beszólás, amit mond, azt már nem mondom így el, de hogy amikor átveszi ott azt az Oscar izét, díjat, szóval, és akkor mondja azt a beszólást, az nagyon vagány, az így üt így a film végére. De hogy nagyon rögös volt az út, és nagyon nehéz, hogy eljussunk odáig. Szerintem, hogy így rendezőként azt mondanám, hogy érdekes, hogy Fincher ezt akarta, mert hogy így végig tekint rajta, nem tudom, hogy most ő így a saját pályáján belül neki vajon tetszik ez a film. Tehát nem megkérdőjelezem egyébként, mert igen, hogy ő igen, pont az ellenkezőjét. Pont emiatt, hogy hogy tényleg annyira ezt olyan, mintha az apja filmjét akartam volna megcsinálni, aki egyébként újságíró volt, meg ő ugye írt forgatókönyveket is, de nem készültek belőle filmek. És ugye ez a Herman J. Mankiewicz egyébként én megnéztem, hogy miket írt még, hát egy filmet nem láttam abban, nem is, vagy lehet én vagyok most alulinformált, vagy műveletlen, nem tudom, de azokat a filmeket én nem ismerem különösebben, és mindenki erről a filmről ismeri. És olyan, mint a Fincher ugye úgy volt vele, hogy na akkor ezt apuért. És hogy apu igen. Nagyon beleírtam, nagyon beleképzelt ebbe a Mankiewiczbe magát, és na majd akkor itt a végén még így odaszúrunk meg, hogy tényleg meg tudja csinálni meg, hogy na akkor ez az írónak a dicsősége közben, meg ugye azért nem ilyen egyszerű, mármint hogy most Venice azért szerintem, vagy én erről ilyen megoszlanak a vélemények, hogy azért valószínűleg Venice is ugyanúgy részt vett a forgatókönyvírásba. Vagy, ha így is történt, hogy ahogy ugye itt látjuk a filmben, vagy nagyjából így történt, mondjuk tegyük fel, hogy ő tényleg a Mankiewicz, a Mank írta meg ezt az egészet, attól még azt lehet tudni, hogy már a forgatáson ugye változtattak ezen. Tehát, hogy legkésőbb akkor Welles belenyúlt a forgatókönyvbe. Én még azt sem tartom kizártnak, ezt tényleg egyébként együtt írták. Tehát, mert
Velez később is írt forgatókönyveket, tehát nem egy kókler volt, tehát nem hiszem, Velez egyébként tényleg egy nehéz természetű faszi volt, tehát hogy tényleg így, ahogy a sok zsenire jellemző is olyan volt, tehát hogy még így éppen ki is nézhető ebből, de inkább ez olyan, mintha egy ilyen, tényleg Fincher így szerette volna ezt megcsinálni, hogy na akkor ezt apu kedvéért, akkor, olyan, de tényleg olyan. Hogy tényleg ez az íróknak a győzelme, vagy ennek az írónak a győzelme, és hogy kiharcolta, hogy ott legyen a kredit. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen dilemma, én azért azt mondom, hogy itt szerintem nem feltétlen így történt. El tudom képzelni, de nem feltétlen. Mit szóltál a karakterekhez, meg a színészekhez a filmbe? Eredeti hangon nézted, vagy... Igen, igen. Nem érezted azt, mint én, amúgy, hogy fú, de nehéz követni. De azért, tehát azt nekem is megvolt, hogy így egyébként vissza kellett pörgetni jó néhányszor. Na, akkor te is, jó. Hogy ilyen szempontból megvolt, hogy na, mi is volt, mert kit említettek ott, vagy... Tehát, hogy így voltak ilyenek, amikor így megbicsaklott az értése a filmnek, mert tényleg így azért volt egy-két olyan jelenet. Nekem még egyébként az is tetszett, hogy azt akartam még kiemelni, ami egy kicsit ehhez hasonló, amikor ugye az olyan Fincheres volt például az a jelenet, amikor így nem tudom megvan-e, hogy be akarta vinni, vagy bemutatta a Mank az öccsét, a Louis B. Mayernek, és akkor ott elkezd arról beszélni neki, hogy hogy épül fel egy stúdió, mit kell csinálni, és akkor tudod, ott a kamera így követi őket. Tudod, megy előttük, az ilyen Fincheres, ez a Walking and Talking. Igen, igen, igen. És az annyira jó, ahogy mutatja, hogy mit kell elérni, hogy ugye mutat a fejére, mutat a szívére, meg mutat a pöcsére, hogy itt ezeket kell. Ott kell érni, igen. Igen, igen, és ez az annyira jó. És hogy ez a jelenet tök jól néz ki, még ezt akartam itt kiemelni. Egyébként igen, így a karakterek, ugye az is érdekes, hogy van is rá így ilyen utalás, hogy ez a Louis B. Mayer, ugye a kinézete az nagyon olyan, mint a Aranypolgárba a Charles Foster Kane-nek, ugye az ottani főhősnek egy ilyen menedzsere. Tehát, hogy ott így megidéz ugye karaktereket, például ugye abból a filmből. Hát, úgy ez tetszett, ugye a karakterek nekem úgy meg... úgy rendben voltak, azt mondanám, de igazából nehéz így kiemelni bárkit is. Hogy így, oké, Menknek szólt, vagy Menkről, az rendben van. De pont, hogy Menkről sem tudunk sok mindent elmondani. Tehát nem, igen, igen. Nem voltak kiépítve ezek a karakterek. Ahogy mond, ez is csak egy ilyen lenyomat, és a történet adnak ki azt, hogyha már ki lennének építve, vagy fordítva, hogy történet kell ahhoz, hogy ki legyen építve. És így, hogy mivel nem volt olyan erős történet, hanem inkább csak lenyomatok, ezért így a karakterekről is csak lenyomatokat tudunk, de nem is. Én ezért mondtam, hogy ez még a Menk esetében szerintem rendben volt, mert mondom, ez egy olyan utalás az Aranypolgára, de azért mondtam itt az elején is, hogy attól függetlenül az Aranypolgár az egy jóval rétegzettebb film. Tehát, hogy most ott is egy nagyon erős karakter van, viszont az rengeteg mindenről szól. Itt meg inkább tényleg így, hát így úgy, ahogy Menknek ez az egy kicsit ilyen kálváriája. Igen. Ez az egész. A többiek meg hát tényleg ilyen statiszta szerepben a legtöbb karakter. Egyébként szerintem a színészek jók benne, tehát hogy nincs különösebben baj vele. Nekem egyébként pont a kedvencem, akit említettem, a Louis B. Mayer. Őt nem is tudom, hogy melyik színész játszotta. Ez miért volt ez neked különös, vagy ezt nem értem? Nem tudom. Nekem valahogy annyira, hogy is mondjam, annyira abban, annyira ott volt az, hogy így tudom elképzelni ezt a 30-as években egy ilyen stúdiófőnököt, hogy valahogy így viselkedhetett, így ilyen különböző tanulmányokból, hogy egy ilyen kis alacsonyabb, egy kicsit ilyen túlpörgéses, és hogy tényleg valahogy nekem így ő annyira működött. Egyébként még én nem csodálkoznék, hogyha még esetleg így kiemelnék, hogy egy ilyen Oscar jelöléssel megdobják, mert ő tényleg... Hogy ezt mondod, én nem éreztem ilyet. De ott volt, hogy az Amanda, a lány, aki végig is egy főszereplőként... Ja, igen, az Amanda Seyfried, igen, igen. Ugye ő
De nem volt nagy szerepe neki se. Tehát, hogy nem, igazán... és egyébként pont ezért csodálkoztam, hogy itt említették, vagy így jól olvastam előzetesen, hogy esetleg ő jelölhetik itt ott. Hát, de nem miért? Is. Igen, miért? Viszont aki szimpatikus nagyon, az a Mengnek a jelenben az asszisztens lány, az nagyon vagány, az van gerince, kimerálni Meng ellen, segít neki, ügyes, az nekem az nagyon szimpatikus. Nagyon keveset szerepel ő is, de nagyon szimpatikus. Meg ő egy ilyen mai figura egyébként. Tehát ő ilyen, hát, igen, ő a Lilikot. Mai ruháka, vagy olyan a divatos, a haja is, minden olyan mai. Ő olyan, nem tűnik olyan régiesnek. Meg amúgy a felesége is, ugye, egy por szará, ugye? Igen, ugye a feleségével való viszony is egyébként szerintem tök jó, mármint hogy az a karakter így, amennyit látjuk szerepelni, mint ahogy említette ugye ezt a segítőjét a Mengnek, kevesebbet vannak tényleg így a vásznon, de azért úgy emlékezetesek. Tehát, hogy ilyen kisebb szerepekben is végül is jól... Epizódikus a film nagyon. Tehát ez epizódik, ezt a szót kerestem. Meg ugye tényleg Gary Oldman, azt szerintem amúgy jól hozta azt a figurát, vagy így. Igen, csak nem volt kiépítve nagyon, tehát nem tudott mit hozni. Azt kell neki hozni, hogy el van törve a lába, megiszok. Tehát így amúgy kb. Vicceseket tud beszólni, ez fontos. Tehát igen. Mindig mondták, hogy jobban szerették a szaváért, mint amit ír. Tehát, hogy... Igen. De egyébként szerintem tényleg így jó volt a Gary Oldman, csak ez egy ilyen kisújból kirázott szerep volt, mert nem kellett különösebben megerőltetnie magát. Mondjuk szerintem ebből a szempontból jó volt, hogy nem volt mondjuk elmaszkírozva, mint a Churchillbe, ugye amiért megdobták az Oscar-díjjal, hanem tényleg egy kicsit ilyen valóságosabb figura volt azért ez a Meng. Úgyhogy így nekem így tényleg így a színészek, meg a színészek így rendben voltak tényleg ezekben a kisebb szerepekben is. Na akkor hogyan értékeled? Mit mondasz? Mihez ajánlanád? Melyik filmekhez hasonlít? Mit mondasz? Ugye, hogyha mondjuk valaki tényleg meg akarja nézni, akkor érdemes megnézni az Aranypolgárt. Előtte mindenki. Tehát ez csak az egy szinte egy ilyen alap, hogy azt megnézze. Hát nem tudom, egyébként, mert tehát életrajzi filmnek sem ugye az életrajzi film, ami ilyen építkezik gyerek. Kezdett, hogy még ahhoz sem tudnám így hasonlítani. Nem tudom egyébként, hogy melyik, vagy mihez, kinek, ugye akinek, aki szereti mondjuk a régebbi amerikai filmeket, vagy úgy általában régi filmeket, azok annak azért valószínűleg tetszik. Igen, mert azt a stílust, így van, szerintem, és ez jó. Tehát, hogy régi amerikai film, 50-es évek előtt, tehát vagy az ilyen, tényleg ilyen... Igen, tehát még az 50-es évek filmje is, de úgy általában tehát nem feltétlen még amerikai se, bár az amerikai kell talán, hogy a stúdiórendszer miatt, meg hogy úgy, aki tényleg egyébként politikai szempontból is érdemes tisztában lenni néhány dologgal, tehát egyébként tényleg ezért nehéz ajánlani, mert annyira egy kicsit, tehát egy szűk réteg, aki valószínűleg érdeklődik. Igen, a film szakmában levő embereknek lehet jobban, szerintem, vagy a filmmel foglalkozó média emberek, tehát ilyen tanárok, tehát ilyenek szerethetik szerintem jobban ezt a filmet, mert olyan, mint egy fényképes album. Olyan, mint egy fényképes album, hogy én ha nézném a fényképeket arról a korról, nem adnám semmit, még hogyha valaki ott volt, hát ott van az a valaki, tudod, ja, itt meg tudod, ő van, ott meg én vagyok, nézd csak hátul, és akkor van ebben egy ilyen önmagamra ismerés, vagy magunkra ismerés, egy kicsit ilyen kultúra kórképe. Igen, egy fényképes album. Egy fényképes album. Sanyas, milyen értékeled szerintem, hogy mond? Ja, igen, pont ezt akartam kérdezni én is, hogy te mennyire értékeled. Hát... Én nem vagyok annyira benne ebbe a kultúrába, és én tényleg azzal az elvárással ültem le, hogy David Fincher film, és hogy ő ebben is bele csempészi azt a feszültséget, azt, amit a Mindhunterben, vagy tényleg amit a Facebookban, vagy amit ugye nekem a kedvenc filmek között van a Facebook, vagy szinte az a kedvenc film, vagy ugye tényleg a Harcosok klubja, és mindegyik valami olyan meglepetéssel, meg olyan filmélménnyel engedett felállni a székből, amit én vártam itt is. Mindegy, hogy ez egy ilyen régies, meg stílus, de hogy akkor is benne lesz az a zseniség, de én nem éreztem ezt, és én emiatt azt mondom, hogy nekem egy ilyen
hatos, tehát egy ilyen 60 százalékos nekem. Igen, nekem meg inkább hetes, tehát hogy azért, és ez egy ilyen erős, erős hetes. Nekem gyengé hatos, tehát hogy így éppen megnéztem, nem kapcsoltam volna ki, de hogy így ah, jó van, oké. Okay. Tehát mi lesz a következő neki, tehát így kb. Ez. Igen, mondjuk ez tényleg, tehát Finchertől, ez olyan, mintha ilyen kötelező kör lett volna, hogy akkor most már le tudom ezt. Igen, neki sem hiszem, hogy megerőltető volt, nem voltak összefüggések, ő improvizáltott a helyszínen, szerintem úgy rendezte, hogy akarta, mindenkinek ez kicsit... Sajnos a beszélgetés vége technikai hiba miatt valamiért nem lett normálisan rögzítve, úgyhogy így rejtély maradt, hogy hogyan végződött számunkra ez a beszélgetés. Valahogyan itt jött be a David Fincheri csavar a mi podcastünkbe.